András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak. Elindul a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádion. Méghozzá szeptember 10-én csütörtökön fél hét után 2 perccel a stúdióban Kántor Endre. És Gede Balázs. És 0630 20 10 909 az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Mindjárt megnézzük, hogy a koránkelők mit írtak nekünk. Azt mondja, hogy Paja írt, hogy szép, jó és vidám reggelt, urak. Nyergelem a kétkerekű lovam és irány füzér, ami nem sikerült a töröknek, majd én beveszem a várat. Az igen. És már is jó hétvégét kíván. Mert csütörtök van? Az kemény. Igen. Jó, jól csinálja. Aztán mindjárt nézem, azt mondja, hogy a Viberen még nem érkezett üzenet, WhatsAppon pedig 2 is. F a vágyakozó szerelmes utára azt írja, hogy Csepel Gödöllő vonalon szokás szerint jól lehet közlekedni, van, ami nem múlik. És D. Kartárs természetesen a másik, aki azt írja, hogy kis optimista jó reggelt kartársak, a tegnapiakhoz képest jóval erősebb forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre. Minden szakaszon 28 perc menetidő Zuglóba jelenleg. Én is most megint azt tapasztaltam, egy napot kihagytam, tegnap nem tudom mi volt, de tegnap előtt is, meg ma is, a budaörsi bevezető is eléggé hogy hívják ezt? Eléggé tele volt? Hát tele volt, igen, tehát nem akadt, csak a szokásos 6 órához képest szerintem több autó volt, és sokan voltunk, jöttünk, és a Szélkámán térnél ott a Attila út, Krisztina körút kereszteződésben és a kanyaródóban is elég sokan voltak. És hát figyelj, ez ilyen morgós csütörtökre. Mert miért? Hát, tudod, hogy itt a fillér föl van túrva és egy sávosítva, egy irányosítva. Igen. És pont egy autónyi helyed van, tehát ott nincs mozgástér, ja, és igen. Van egy luk jobb oldalt az aszfaltba. Tudom, én minden nap belementem. Igen. És az a probléma vele, ugye, hogy nyomni kell neki, hogyha fölfele jössz. Igen, pontosan. És későn veszed észre, már nem tudsz befékezni, és katta, én most félig sikerült kikerülnöm, ezért csak a hátsó kapta el, úgyhogy hát. Két első, egy hátsó, ez a az eddigi mérleg. Mérlegem, igen. Igen, ez nagyon bosszantó, mert ilyenkor azért szoktak valamennyit figyelni erre, valamiben betömmék egy, odaraknak egy valószínűleg, ahogy építkeztek egyébként, onnan biztos, kiszakadt egy darab, biztos. Kiszedték, és az éles is viszonylag igen, az a beton. Tehát nem csak egyet így üt az autónak a felfüggesztésén, hanem tényleg érzed azt, hogy igen, a felnit megcsapja. Úgyhogy igen, ez nem túl jó. Na, hát ezt gondoltam. Na jó, tudod mit, akkor én is tudok egyet morogni. Adás után próbáltam a város fele lejutni, és pont a fillér ugye a problematikus, igen. Mert az ember könnyen le tudna az úzni a Szélkámára. De most hogy összevisz, hát vagy fölfele, vagy pedig szépen megpróbálsz a Pasaréti fele elkavarni. Ja, igen, igen. És ott az a probléma, hogy a kis utcákban mindenki azt próbálja ott elkerülni valahogy ezt az egész fillér feltúrást. Szerinted a Kressz mit mond akkor, hogyha van egy olyan közlekedési szituáció, hogy egy lejtőn mész lefele, valaki jön fölfele, és nem fértek el, mert hogy parkolnak az egyik oldalon az autók. Akkor kinek kell tolatnia? Jó kérdés, a válaszodat elrejtetted a kérdésbe? Nem. Ja, hát itt szerintem megint az van, hogy a szűkülő, tehát az, akinek sima, az jöhet, a beszűkülőnek. Én meg úgy emlékszem, hogy annak kell tolatnia, vagy visszagurulni, aki fölfele jött volna, mert a másiknak ugye úgy kéne tolatnia, hogy fölfele tolatnia. Hát az szerintem ilyen nincs a kezdve, jó, majd meglátjuk, hogy mit mondanak a hallgatók. Én így emlékeztem rá, 0-30-20-10-9-9, ez egy találós kérdés. Akinek szűkül, az van hátrányba, tehát nincs szűkül. Hát a parkolás az egy szűkülés, tehát ilyen szempontból de. Ja, értem, tehát akinek az oldalán parkolnak az autók. Az van hátrány. Csak azért, mert ugye ez egy marami hosszú kis utca, és végig parkolnak. Na most végig föltolatni. Azt nem tudom melyik, igen. Az eléggé kellemetlen. És ezt egyébként úgy szokták ilyen helyen megoldani, hogyha engedik a parkolást, és a parkolás hogy vannak lukak. Hogy vannak lukak. Igen, hát itt nincsenek. Úgyhogy... Igen. Pont ezért, hogy félre lehessen. Egy kemény helyzet. Hát ez van, és egyébként több kanyar is van, ami beláthatatlan, és mivel mindenki, mint a veszedelem hajt, ezért ezek a kanyarok is veszélyesek, úgyhogy lassabban kell
igen, bevenni őket. Kedves hallgatóink! Be azt írja, hogy aki alulról jön, annak van elsőbsége. Igen? Annak kell föltolatni, aki fölülről jön? Hát sajnos. De mondom, ez szerintem ez nem ilyen alulról nekem. Fölfele, meg föntről lefele kérdés, hanem én úgy tudom, hogy itt az szűk. De nem néztem meg, és nem is emlékszem erre, megmondom őszintén. Hát én sok mindenre nem, már de, a rutinból megy. De minden esetre hülye szitu, úgyhogy nehéz. Érdekes lehet ilyen sok évi jogosítvánnyal csinálni egy keresztvizsgát. Az embernek az ilyen nagyon furfangos dolgok már lehet, hogy kiestek. És igen, a direkt a becsapósak, igen, amivel szivatják az embert a vizsgán, igen. Na nézzük, azt mondja, hogy Hunorok, ki... Nikolettek, nagyon sok boldog névnapot kívánunk. És az Edgár... Edgárokat is. Nem. Dehogy nem, a Menodórákat és a Honorinákat is üdvözöljük. Innen a Tardosokat, Nikolákat és Nikolászokat is természetesen. Most látom, hogy van egy nagyon komoly több nagyon komoly születésnapunk, de hát nem hiszem el, hogy ma 60 éves Colin Firth. Tegnap a Hugh Grant volt, két ilyen nagyon ikonikus és ilyen sokat romantikus filmekben sokat játszó brit színész egymást követő napon lesz 60 éves, úgyhogy ráadásul várjál csak abban a filmben, amit minden karácsonykor leadnak, abban szerintem mind a ketten benne vannak, de most lehet, hogy nem. De minden esetre Colin Firth 60 éves ma. Szóval Dragomán Györgyre gondoltam elsősorban, 47 éves a mai napon, nagyon boldog születésnapot neki. Mostanában elég sokat földobálja a szösszeneteit nekem a közösségi média, meg a nőklapjában is többször előkerül. Hát a Kovászos Uborkáról írt kis szösszenete, az olyan volt, hogy sőt, hát Kovászos Uborka levesről szólt igazából, hogy utána egyszerűen megőrültem, hogy egy igazi jó Kovászos Uborka levest. De az ehető? Mert az uborka leves, mint olyan létezik, hogy a bolgárok nem, fogyasztják, ha jól tudom. Nagyon kovászos finom. Uborka nagyon volt. Finom. De nekem gyanús, hogy sőt, a Kovászos Uborka lé is nagyon finom. Az nagyon finom. Na látod, az újházi fröccsnek az egyik ugye igen, alapja, tényleg, és, az, tényleg. Hát, és akkor gondolj bele, hogyha a Kovászos Uborka lé milyen finom, akkor a Kovászos Uborka leves az milyen tényleg, finom. Tényleg, nokedlivel. Ja, nem nokedlivel. Nem szeretlek ma téged, és mivel nálam van az irányítás, ki foglak kapcsolni. Igen, hátulról is jött egy csendes fúj. Elfogyott a türelem. Na, hát kérlek szépen, kik vannak még születésnaposok? Karl Lagerfeld, aki tavaly... Karl Lagerfeld? Igen, tavaly hunyt el, szegény, 1933-ban született a kiváló német divattervező, designer. Designer és minden. Én lőttem egy szemüveget, képzeld el a múltkor. Hol? Vusliba? Az eBay-en. Tényleg? Én azért nagyon sokat szoktam így turizni, meg így használt cuccokat nézni, mert imádom. Igen, tudom, te hívtad fel a figyelmet arra is, hogy a kipukkanó félbe, bár már két éve lerohadó félbe van a readerem, az elektronikus könyv, olvasom, hogy ott nézem meg, mert jó állapotú használtak vannak. És, bizony. És igen, van egy ilyened, egy Karl Lagerfeld napszemcsi. Nem napszemcsi, sima szemcsi, mert ugye... hanem már mindig régen is kellett, kontaktlencsét hordok általában, mert úgy kényelmesebb, de tönkrement a szemüvegem, és akkor na mondom, nézek valamit, és lőttem egy nagyon jót, úgyhogy nagyon örülök neki. Na hát ez kiváló. Aztán nézzünk még születésnaposokat. Pogány Judit művésznő, 76 éves a mai napon, boldog születésnapot kívánunk neki is, mint ahogy Charles Simonyi is ma ünnepel, ugye szoftverfejlesztő és hivatásos űrturista. 72 éves a mai napon. A magyar, szeptember. A magyar űrturista. A magyar, így is van. Mi már elkezdtük az űrutazást. És itt az események között láttam valamit, várjál, csak a... Hát lehet, hogy elvesztettem. Ami nagyon csodálkoztam, és nem ismertem ezt az eseményt, 1961-ben történt egy Forma 1-es olasz nagydíjon. Wolfgang von Trips összeütközött Jim Clarkkal, az ő versenyautójával, és a kocsa tömegbe rohant. 13 néző mellett ő maga is a helyszínen életét vesztette. Óriási. Szerintem egyébként rágyúrtak erre a Wikipédián, mert Forma 1 történelem szinten gyakorlatilag minden benne van. Igen. Az összes híres versenyző, az összes híres esemény, valakit ráeresztettek, a abszolút. Száguldó cirkusztól, és az mindent beleírt. Ez egy ilyen külön rubrika, ugye az adott napon a sportesemény. Szerinted milyen sportesemények történtek szeptember 10-én zömmel? 61, 67, 72, 78, 89, 95, 2000, 2006, ez mind az olasz nagydíj.
Monza. Azért remélem, hogy a száguldó cirkusz, amikor földobálja a Wikipédia, hogy küldjetek már 500 forintot, akkor mondjuk így igen, nem 500-at küld, hanem kicsit többet, mert megérdemelné. Benne. Abszolút. Megérdemelné az a lexikon, közösségi lexikon, mert nagyon jó. Na, hát akkor Guy Ritchie. 52 Guy éves Ritchie. A mai igen. napon, és neki fogunk tiszteletünk jeléül zenélni egyet, és egy picit egyébként Hugh Grantnek is, aki tegnap volt 60 éves, mert hogy a Gentleman című kiváló alkotásban. Régen volt olyan Guy Ritchie film, amit így végig tudtam nézni, úgyhogy hogy tetszett is az uh-huh. egész stílusa, az egész hangulata. Nagyon jót alakít benne. Közben bocsáss, hogy megtaláltam. Na, akkor talán... majd elmondom utána. 1981-ben mutatják be Pablo Picasso Guernica című freskóját a spanyolországi Guernica városában. Ez azért lepett meg, mert én azt hittem, hogy korábbi. 81? Igen, 81-es bemutató időpontja szeptember 10-e. Na, hát akkor... Szóval... Mehetünk. Az új Guy Ritchie film az számomra nagyon-nagyon szkeptikusan kezdtem el nézni, mert az utóbbi időben nem sikerült szerintem Guy Ritchie-nek alakítania. Ez sem lett egy olyan kiugróan hú-hú-hú, azonnal megnézem még egyszer, viszont egy jól nézhető mozi szerintem, ilyen jutalomjáték több színésznek, többek között Hugh Grantnek. Nagyon tetszett, mondom, a hangulata, és a címadó dal, ami az elején szólal meg, az következik most. Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a Millás reggeli saját.